művelődési ház felújítását folyamatosan nyomon kísértő kameránkkal, de úgy látjuk most is nagy változások vannak. Mi történt? Nagy szeretettel köszöntöm a TV nézőit. Igen, hát a tavalyi felújítások, amiket elkezdtünk, azokat idén is folytattuk. Az irodával kezdtük ezt a sorozatot. Itt tulajdonképpen a padlótól kezdve a falakig szinte majdnem mindent kicseréltünk. Új burkolatot kapott a zajzat, a falakat egy picikét odébb tettük, és sokkal otthonosabb, komfortosabb lett az iroda. És én azt gondolom, hogy az itt dolgozók kényelmét is szolgálja. Mi történt a nagy teremben? Igen, hát a nagy termet most kezdtük el. Azok a munkálatokat én azt gondolom, hogy fogják látni a kedves nézők, hogy honnan indultunk és mi lett a nagy teremből, illetve hát a látogatók, akik nap mint nap látják és bosszankodva látják a nagy terem állapotát. Tulajdonképpen kicsomagoltuk a házat, újra lett tapétázva, újra lett festve, új lambéria burkolatot kapott a színpad elejé és végig a nagy terem. Úgyhogy ez is egy picikét én azt gondolom, hogy emeli a teremnek a díszét. Nagyon csúnya alattunk a linoleum, mi várható? Igen, hát most az egész nagy termet szeretnénk felújítani, így a linoleumot is szeretnénk eltávolítani, és egy korszerűbb ajzatot szeretnénk megvalósítani. Mikorra várható, hogy kész lesz a mostani terv? Hát én nagyon remélem, hogy december közepére már egy vadonatúj művelési házba jöhetnek az ide látogatók. Akkor azt szeretném kérdezni, hogy ebben a vadonatúj műfázban milyen programok várhatók az elkövetkezendő időszakban? Igen, hát már is egy olyan programot mondok, ami nem a művelési házban lesz, viszont Lapföldről sikerült meghívnunk a Mikulást december 5-ére. 16 órától megy majd a Vecsési utcákon végig, és hát meglepetés, hogy mit fog csinálni, de azt gondolom, hogy mindenki kitalálja ezt. Egyéb rendezvény? Igen, november 23-án lesz egy második Talentum Vásár és Katalin napi mulatság. Ide is én azt gondolom, hogy érdemes lesz eljönni, kézműves kirakodó vásár, az ELTE Néptánc együttese lép fel, táncház és a végén mulatság. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes figyelni a szórólapunkat, amin ezt egy picit részletesebben megjelenítettük.